A mi családunk mindig kepi gyümölcslével kezdi a napot. Aztán megmérjük és feljegyezzük, ki mennyit nőtt az utóbbi időben. De nem csak kívül, hanem belül is. Mint amikor Marci először aludt el lámpa nélkül. Vagy amikor nem feledkeztem meg a házassági évfordulónkról. Az édesapám pedig végre kibékült egy régi ismerőssel. A felesége mindig azt mondja, a gyümölcsben annyi jó dolog van, hogy nagyra növünk tőle. Az már csak rajtunk múlik, hogy ez a belsőnkre is igaz-e. Kepi, hogy nagyra nőjön minden jó.